see your face, to hear your voice, and all to touch you is a dream come true. So I'm standing here with my hand held out, knowing that your love will never fade. I stand amazed without a doubt. I wanna hear your voice in the morning when I rise. Think I know I'm just a normal man, only made of sand, except when you're by my side. Will you love me, teach me? Amit most átvágunk, az azt jelképezi, hogy a szalon sokkal nagyobb lett, és hogy elindult egy még professzionálisabb szolgáltatás, így közel a 9. évhez. Szeretettel köszöntök mindenkit, örülök, hogy elfogadtátok a meghívásunkat. Mint a meghívóban is olvashattátok, mérföldkőhöz érkeztünk, és ez tényleg így van, mert 2007. január 2-án nyitottuk meg a szalont, és nem gondoltuk, hogy ez lesz belőle ami. Bár tele voltunk izgalommal, de tapasztalatlansággal, mert az évek alatt nagyon-nagyon sok mindent tapasztaltunk. De a lelkesedés az szerintem az mindig több és több, és mindig többet és többet akarunk, és tényleg hát meg is követelem biztosan a tökéletességet, de azt hiszem, hogy ez az alapja annak, hogy mi azt tudjuk nyújtani, amit nyújtunk. Nagyon sokan megkérdezték tőlem, hogy miért nyitottunk mennyasszonyról a szalont. A válasz nagyon egyszerű, imádtam mennyasszonynak lenni, és most vasárnap lesz 18 éve, hogy a férjem Zsolti, akit imádok, és ő a másik felem és a mindenem, és meg ajándékozott ki így gyönyörű lánya. Úgyhogy köszönöm neked, és köszönöm, hogy megnyitottad a szalont, tanú. Egy nagyon fontos ember nem lehet itt velem, ő az édesapám, aki mindenben nagyon sokat támogatott, és azért lettem olyan ember, amilyen, mert ő és anyukám ilyennek nevelt föl. És bár ő nincs itt, de végig itt volt velem, ahogy mi költöztünk, mert éreztem, hogy itt van. És itt volt édesanyám, aki hozta az isteni finom töltött káposztákat, és mindenféle jóval ellátott minket, mert az utolsó szögig mindent mi vertünk fel, mi takarítottunk és mi festettünk. És nagyon örülök, hogy olyan lett, amilyen, mert ez már egy másfél éves álomnak a beteljesülése. Az esküvői szakma az nem egyszerű, ezt mindannyian tudjuk, akik itt vagyunk, de szerintem mindenki a tökéletességre törekszik. Mert a mennyasszony azt szeretné, hogy ő legyen a legszebb sminke, a legszebb haja legyen, a legszebb ruhája legyen. Azt szeretné, hogy minden le legyen fotózva, minden másodperc és minden videón meg legyen örökítve. Mert igaza van, ez az ő nagy napjuk, és ez teljesen érthető. A helyszínek arra törekszenek, hogy minden zökkenőmentesen zajlódjon le azon a napon, illetve az, hogy együtt dolgozhatok veletek, azt köszönöm. És az évek alatt nagyon-nagyon sok mindenkit megismertem, és akik itt vannak, azokkal olyan kapcsolatot is ápolok, amire büszke vagyok, úgyhogy köszönöm nektek, vigyétek az Eleonor Salon jó hírét, én is viszem a tieteket, érezzétek jól magatokat, ez tényleg egy baráti és kötetlen találkozó, úgyhogy semmilyen feszengés nem szeretnék, érezzétek jól magatokat, egyetek, igyatok, köszönöm, hogy elfogadtátok a meghívásomat. And I will search no more, 'cause you made me better today than I was before. Now my heart can rest, and I will search no more, 'cause you made me better today. Made me bitter today.